Hello, hello! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket Angliából. Nos hát a kiutazásunk egy icike-picikét érdekesen sikeredett, ha lehet így fogalmazni. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miért, akkor maradjatok velem, és nézzétek meg! Hát az a helyzet, hogy sikerült lekésük a gépet. Annyira nem vagyunk boldogok miatta, úgyhogy este 10 óra körül fogunk Angliába érni. Sikerült szereznünk egy másik jegyet, és abban fogunk menni az esti géppel. Nem tudom, hogy ti kiistetek-e már repülőgépet, ha igen, akkor kommenteljétek már be, hogy mikor és melyiket. Szívem, milyen érzés lekésni egy repülőgépet? Hát ilyen fufruval még rosszabb. Mert kinyílik. Amúgy késtél már a repülőgépet? Én nem. Dehogy nem most. Hát most. Szóval, amit mondtam, az új gépünk az este 8 óra 25-kor fog elindulni, úgyhogy addig itt veszünk a repülőtéren. Más nem tudunk, ülünk. Közel 6,5 óra várakozás után itt van elérkezett a második esély, hogy megkíséreljük a repülőgépre szállást. Annyival erőbb vagyunk, hogy becsekkoltuk a csomagokat, és most megyünk a biztonsági kapu felé, ha nem lenne előttünk ekkora sor. Ez a sor itt oldalt, ez most mindenki a biztonsági ellenőrzésre vár. Sophie az ütőkárt. Kényelmesen szeretnétek utazni, akkor mindig vegyétek le a cipőtöket. Már attól a pillanattól kezdve, ahogy leültetek a repülőgépre, mert így legalább jár a vér a lábatokból, és bebüdösíthetitek az egész repülőgépet. Úgyhogy én most neki is állok. A felszálláshoz kérjük most a videót. Indulunk. Bye. Hú, hát gyerekek, eléggé kemény menetet nyomtunk most le. Hosszú volt a nap, úgyhogy én el is búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a mai élménydús, illetve eseménydús vlogot. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! És jó éjszakát mindenkinek! Ja, egy nagyon jó tanács a végére, hogy ha lehetőleg, ha csak egy mód van rá, akkor ne késsétek le a repülőgépet. Soha, se onnan. És ne felejtsetek el feliratkozni. Cseh!